Bár jóval kevesebb vendéget tudtak fogadni tavaly a Nyíregyházi állatparkban, mint egy évvel korábban, a csökkenő bevételek ellenére is talpon tudtak maradni. Zoológiai szenzációból 2020-ban sem volt hiány, hogy melyek voltak ezek, az is kiderül mai adásunkból. Köszöntöm Önöket, a részletek hamarosan, most érkezzenek további témáink. Új egészségügyi centrum, megoldódhat a hajléktalanok házi orvosi ellátása Nyíregyházán. Új időszámítás, komoly változások a jótállásban és a szavatosságban. Évértékelő, a nehézségek ellenére sikeres évet zárt a Nyíregyházi állatpark. Egy új egészségügyi centrum segítheti a hajléktalanok 24 órás házi orvosi ellátását a közeljövőben Nyíregyházán. Erre a célra a Tokaji úti albérlők házának hívott épület földszintjét alakítják át. A hidegebb idő beköszöntével közben egyre többen keresik fel a megyeszékhely hajléktalanokat ellátó intézményeit, ahol a telítettség ellenére is felkészültek az újabb segítségre szorulók befogadására. A központi szabályozással összhangban hozták meg a járványügyi intézkedéseket, korlátozásokat az elmúlt évben a nyíregyházi oltalomszeretett szolgálatnál. Saját döntésként pedig az ünnepek előtt összevonták az eddig két külön helyen működő éjjeli menedékhelyet és a nappali melegedőt, így jelenleg a Bokréta utcán működik mindkettő. Még a karácsony előtt tettük meg ezt a lépést a fenntartónkkal, a hatóságokkal történt egyeztetést követően, pontosan azért, hogy ezt tudjuk elérni, hogy egy helyen vannak, oda tudunk rájuk figyelni. Ha baj van, akkor gyorsan és hatékonyan tudunk közbeavatkozni, vagy kórházba tudjuk vinni azt, akire szükség van, vagy orvosi ellátást tudunk a számára szervezni. Ezzel tudjuk jobban a ellenőrzés alatt is tartani már nem őket, hanem a vírust vagy az esetleges problémákat. Nyilván a nappali ellátásban ott hőmérőzés van, meg figyeljük, hogy van-e valakinek tünete, de ott a nappali ellátásban nekünk kötelességünk mindenkit befogadni, hiszen a hidegben az se lehet, hogy valaki a hidegben meghaljon. Tart már ugye a krízis időszak, ez most ebben a szezonban, ebben az évben mennyiben más így a koronavírus járvány árnyékában vagy tükrében, vagy maga a krízis időszak úgymond ugyanúgy zajlik, ezért ilyenkor egy nagyobb feladatokkal járó időszak az Önök számára? Hát ez így van, részben azonos, részben nyilván inkább a kockázata magasabb, ahogy a fertőzöttséget, ha valaki behozza egy ilyen csoportba, akkor ott nyilván a kiszolgáltatottság is nagyobb. Eddig a munkatársaim fölkészültsége meg az ellátottaink fegyelmezettsége miatt nem ütötte fel a fejét a vírus a nappali melegedőn és az éjjeli menedékhelyen, hála Istennek. Nyilván a szolgáltatások szempontjából a krízis ugyanaz, mint ami eddig is volt, tehát hogy azért is vontuk őket össze, hogy egy helyen tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani. A krízis időben ez nyilván megmarad, így azt jelenti, hogy amit tudunk adni nekik az, hogy napi van a népkonyha, hogy naponta egyszer van az meleg ebéd, illetve a hajléktalanokért közalapítvány támogatásával meleg vacsorát is tudunk adni, tehát hogy az ellátásuk, azt tudjuk biztosítani, így nekik csak a saját reggeliükről kell gondoskodni, hogy az egészségi állapotuk, az állóképességük ugye a hidegbe azért ne romoljon annyira, hogy könnyebben fertőződnek és könnyebben lesznek betegek. Ellátottból közben egyre több van. A fagyok beálltával összhangban, ahogy az minden évben lenni szokott, mind többen keresik fel a szervezet egységeit. Az éjjeli menedékhelyünk a Bokréta utcán 100 férőhelyes, azt már régóta meghaladtuk, így most egy 130-135-ös létszámmal dolgozunk, idézőjelben ennyien vannak. Hát ha ennél többen lesznek, akkor más megoldást is próbálunk, még ideiglenes helyeket kinyitni. Ez van a pakliba. Van egy nagyon egyik oldalról nem szerencsés információ is, ugye, hogy van ez a vörös kód, hogyha kiadja az EMMI a veszélyhelyzeti riasztást, akkor minden intézménynek lehetősége, hogy fogadjanak. Most az intézmények a COVID helyzetre való tekintettel nagyon nem szeretnének hajléktalanokat fogadni. Úgyhogy ez az új helyzet, hogy nekünk, valószínűleg nekünk magunknak kell úgy megoldanunk az éjjeli menedékhely nem
bírja már a terhelést, hogy akkor a saját rendszerünkön belül nyitunk egy másik helyet, ahol mégis fogadni tudjuk a hideg miatt jövő beérkezőket. Pont azt próbáljuk, hogy a Rákóczi úton, ahonnan elhoztuk a nappali melegedőt, hogyha úgy alakul, akkor ott kialakítunk még egy olyan helyet, ahova tudunk embereket fogadni, hogy a Covid miatt, illetve a hideg miatt nehogy bárki elláthatatlanul maradjon, az ebben a hidegben gyakorlatilag a halálát jelenteni. Közben a város önkormányzata azon dolgozik, hogy mielőbb megoldják a hajléktalanok 24 órás házi orvosi ellátását. Erre a célra a Tokaji úti albérlők házának hívott épület földszintjét alakítják át. Laborci Géza a beruházást hiánypótló intézkedésnek tartja. Ez abszolút szükségszerű, hiszen ugye az a alapötlet, vagy az alaphelyzet, hogy amikor mi normál lakással rendelkező emberek megbetegszünk, amikor már otthon is el tudnak minket látni, akkor hazaengednek a kórházból. És alapvetően az egészségügy azzal a problémával szembesült már jó régen, hogy a hajléktalanoknak tovább kell maradni, mert nincs hova menniük, és ha kiteszik az utcára, akkor visszakerül a rendszerbe, mert nem tud meggyógyulni, és most ha összköltségvetési szempontból lefordítjuk pénzt, akkor sokkal többbe kerül. És akkor ez a szociális szakma ezt a megoldást találta ki, hogy egy ilyen 24 órás orvosi ügyelettel oda lehet vinni, és akkor ők nem az utcára kerülnek, hanem egy ellátást kapnak. Ez valóban hiánypótló is nagy szükség van rá, és én azt gondolom, hogy ezzel az önkormányzat hogy elindult, ez fontos, és nyilván mi együttműködve velük fogjuk azt segíteni, hogy az itt élők minél teljesebb ellátást kaphassanak. Ez egyébként csökkentheti majd az önök feladatai, terheit, tehát hogyha úgymond az orvosi ellátást egy ilyen külön intézmény oldja meg, ezzel úgymond lekerül teher az önök válláról? Részben lekerülhet abból a szempontból, hogy mert ugye miután ez hiányzik, a betegek is hozzánk jöttek. Vagy volt sokszor olyan, hogy a mentősök hozták ki, és hát a mentős se tudott mit kezdeni, a mieink is, mert nem egészségügyi intézmény vagyunk. Tehát itt nagyon nehéz pillanatok is voltak. Tehát ez nyilvánvalóan, hogy oldódhat, hogyha van hova vinni azokat, akik egészségügyi okból még, de nem az utcán tudnak élni, és akkor ha ott meggyógyulnak, akkor mi átkerülhetnek hozzánk, mert ott már a nappalin, vagy az éjjeli menedékeim, vagy az átmenti szállón már tudják tovább építeni az életüket. Tehát mindenképpen tehermentesítést jelent azért ez a mi szolgálatunk számára is. Az az elképzelés, hogy ott vannak, és amikor már nem igénylik ott egészségügyi dolgozók fognak nekik rájuk felügyelni, hogy a gyógyulásukat segítsék, és hogyha már arra sincs szükség, akkor jönnek hozzánk, mert már nem igényelnek egészségügyi felügyeletet. A minden szempontból így a parkolás, bejutás, a WC és mosdó használat, a helyiségek megközelítése és az infokommunikáció terén is akadálymentesített épületben, az orvosi rendelő mellett fektetőt, fürdetőt, nővérszobát és elkülönítőt hoznak létre a közel 100 millió forintos fejlesztés keretében. Az épület mintegy 650 négyzetméter alapterületű, ebből körülbelül 400 négyzetméter lesz a becsült hasznos alapterület. A megvalósítás során a meglévő épület vászszerkezetébe illesztik az orvosi komplexumot. Az energetikai korszerűsítést már korábban elvégezték hőszigeteléssel és új műanyag nyílászárók beszerelésével. A napos tetőre pedig napelemek kerültek, amelyekkel az épület energiaigényének jelentős része lefedhető. Erősítik a fogyasztók jogait az új évtől érvényes változások a jótállás szavatosság kötelezettségei terén. A több tekintetben jelentős változást hozó már érvényes fogyasztóvédelmi szabályok mostantól mindenkinek jóval nagyobb biztonságot nyújtanak, amit ráadásul a hatóság folyamatos ellenőrzései is garantálnak. 17 évig lényegében változatlanok voltak a jótálláshoz és szavatossághoz kapcsolódó rendelkezések. Január 1-én azonban új időszámítás kezdődött ezen a területen. A szabályok megújítását különösen időszerűvé tette, hogy a fogyasztóvédelemhez érkező panaszok legnagyobb hányada ehhez a területhez kapcsolódik. Az elmúlt évek hatósági ellenőrzései alapján szinte minden második üzlet elmarasztalható volt kisebb-nagyobb jogsértésekben. Az új szabályok megkönnyítik a vásárlók garanciális ügyintézését, de a pontos határnapok a vállalkozásokat is segítik a fogyasztóbarát működésben.
A termék árához igazodó akár kétszer-háromszor hosszabb jótállással, egyértelmű javítás és csere határidőkkel, az elektronikus jótállási jegy bevezetésével erősödtek a fogyasztók jogai. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tapasztalatai szerint egyes termékek szervizelése akár 70-100 napig is elhúzódhatott, ezen is segítenek várhatóan az év elején életbe lépett szabályok. Köszöntöm a stúdióban vendégünket, a téma igazi szakértőjét, Görömbeiné dr. Balmasz Katalin, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Mint az a bejátszásban is elhangzott, itt a változások leginkább a békéltető testület tapasztalataira és az elmúlt évtizedek tapasztalataira hagyatkoztak. Mi az, amit a békéltető testület megyei munkájából le lehet szűrni? Tudunk-e esetleg számokban is valamit jelezni? A előző 17 évre, ha visszatekintünk, akkor a nálunk előforduló ügyeknek körülbelül a 37-40%-a volt az, ami a jótállással, szavatossággal kapcsolatos. Különösen sok gondot okozott a régi jogszabály egyes megfogalmazása, mikor azt mondta, hogy a javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy 15 napon belül megjavítsa. Hát mondták, hogy ők törekedtek, de hát ebből, mint hallottuk, 70-80 nap is lehetett. Nagyon nagy segítség lesz a békeltető testület eljárásában az új szabályozás. Az várható, hogy kevesebb ilyen ügyel kell foglalkoznia majd a békeltető testületnek? Szerintem nem lesz az ügyek száma kevesebb, hanem a döntésünket jobban alátámasztják majd a jogszabályok. Nem nekünk kell megfogalmazni azokat a sokszor logikus jogérveket, amit most a jogszabály pontosan, precízen megfogalmazott. Elég lesz majd hivatkozni. Így van. Mi az, amiben a legnagyobb változást hozza ez az új jogszabály? Egyrészt, hogy bővült a jótállási idő, úgynevezett sávossá alakult, egyre nagyobb értékűek azok a tartós fogyasztási cikkek, amik vásárolunk. Sokszor adnak mellé gyártói jótállást, de az nem egyenlő a törvényi jótállással, tehát ennek a bővítése nagyon jó lesz a fogyasztók részére, hogy konkrétumot mondjak, 10 000 és 100 000 forint között marad az egyéves eddigi törvényi jótállás, 100 000 és 250 000 forint vételár között termék esetén 2 évre bővül, és 250 000 forintos termékeknél pedig 3 évre lesz a kötelező jótállás. Függetlenül attól, hogy milyen típusú termékről beszélünk, tehát valami műszaki cikk, vagy építőipari anyagféleség, vagy ruhanemű, vagy cipő, hiszen már azért hogy ruhaneműből ezek... is vannak már olyan értékek, hogy... Igen, ez csak fogyasztási termékekre vonatkozik, illetve pontosan azokra a fogyasztási termékekre, amit ez a jogszabály tételesen a mellékletében felsorol. Tehát az említett ruháknál ott szavatosság van, tehát azokra nem vonatkozik a jótállás, csak összefoglalóan szoktuk azt mondani, hogy tartós fogyasztási cikkek, de ebbe konkrétum van felsorolva, ha már itt tartunk egyébként a korábbi jogszabályhoz képest, ezeknek a köre is változott, például a quad, vagy a illázárok, vagy zuhanykabin, vagy mostanában nagyon divatos drónoknak is bekerültek ebbe a körbe. Miben változik a javítási kötelezettség, illetve a cserekötelezettség? Külön kell választani, hogy a jótállásra kötelezett az a bolt, a vállalkozás, akitől a terméket megvásároltuk. Viszont ezzel a jogszabállyal azt is konkretizálták, hogy mi nem csak a boltba vihetjük vissza, mert sajnos nem ez volt az általános, pedig ez lett volna jó, hanem vittük a javítószolgálathoz is. Ez változatlanul fennáll, de kimondja a kormányrendelet, hogy vihetjük a vállalkozás székhelyére, telephelyére, fióktelephelyére, illetve ahhoz a javítószolgálathoz, aki a jótállási jegyen meg van jelölve. A jótállás tulajdonképpen akkor, hogy mi is a jótállás, ugye, mert ez sem tiszta sok embernek. A jótállás és a szavatosság között. Igen. Mindkettőnek ugyanaz az értelme, hogy szavatolja a vállalkozás azt,
vagy garanciát vállal arra, ugye a jótállás esetén, hogy a megszabott határidő alatt, tehát a jótállási idő alatt, vagy a szavatossági idő elévülési ideje alatt, az a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban lesz, tehát nem teljesített hibásan az, aki erre kötelezett. Ha mégis megtörtént, hogy hibásan teljesített, akkor annak az orvoslása a jótállás, hogy ez alatt az idő alatt nem kell a fogyasztónak azt bizonyítania, hogy a termék jótállásra kötelezett volt a hibás, hanem ezt a vállalkozásnak a jótállásra kötelezettnek kell vagy bizonyítania. Tehát ez a különbség. A szavatossági idő az elévülési időt mond, hogy 2 év alatt évül el a szavatosság, az viszont 2 részre bomlik, az első 6 hónapban a bizonyítási kötelezettség a vállalkozáson van, a második 1,5 évben viszont a fogyasztón, de ezzel most ne foglalkozzunk. Tehát itt, ha egy termék hibás, konkrétan megvan például az határozva, ami eddig nem volt, hogy ha az első javításra történő beadáskor kiderül, hogy nem javítható, akkor most már nem kell szakvélemény, meg mindenféle húzavona, hanem ha a javítószolgálat kimondja, vagy a vállalkozás kimondja, hogy nem javítható, akkor 8 napon belül vagy ki kell cserélni, tehát az azt jelenti, hogy a csere minden esetben, hogy ugyanolyan terméket kell adni, vagy ha a cserére nem képes a vállalkozás, akkor viszont a fogyasztó által bemutatott pénztárbizonylat, blokk, számla, akármi alapján szereplő vételárat vissza kell fizetnie. Tehát nem levásárolhatja, nem, hanem nem. Egyértelműen visz, vagy választhat a vásárló, hogy ő levásárolja, vagy kéri vissza a pénzt? Nem, ez nem vagylagos, hanem ez konkrétum. Tehát ha nem tudja kicserélni a terméket, nincs ugyanolyan porszívó, mint ami meghibásodott, akkor élhet a fogyasztó azzal a jogával, hogy akkor a vételárat kéri vissza. Ez egy sorrendiség a jogszabálynál, nem vagylagosság. Mi történik, ha javítható a hiba? Ha javítható, ez a gyönyörű szó, hogy törekedni kell arra, hogy 15 napon belül megjavítsák, ez most is benne van, de ha a 15. napra nem sikerül ez a javítás, akkor azonnal értesíteni kell a fogyasztót, hogy mikorra várható a javítás időpontja. És van egy másik határidő, hogyha viszont 30 napon belül nem javítják meg, akkor innentől kezdve már a 31. napon nem lehet azt mondani, hogy ja, még kell 2 nap, nem, hanem akkor ugyanez van, hogy akkor ki kell cserélni a terméket, vagy ha a csere nem lehetséges, akkor a vételárat visszafizetni. És van egy nagyon jó, ami már korábban volt ilyen, és a fogyasztók idősebb, tapasztaltabb korosztályában úgy emlékként felfeljött, hogy hányszor lehet javítgatni egy terméket. Nem lehet akármeddig húzni. Konkrétan meg van határozva, hogy 3 javítás után, ha negyedszer is meghibásodik, akkor megint csere, vagy ha nem lehetséges a vételár visszatérítése. De itt ki kell emelnem azt, hogy nem arról van szó, hogy ugyanannak a hibájának kell lenni a terméknek. Bármilyen más meghibásodás történik, 4. alkalommal már joga van a fogyasztónak a cseréhez, illetve a vételárhoz. 3 alkalom után kizeredhet a termékből. Így van. Volt még egy nagyon nem szeretem szabály is, miszerint meg kellett őrizni az eredeti csomagolást, hogyha vásárolt az ember egy terméket. Hát ez egy ilyen nagyobb méretű, nem tudom, tűzhely vagy televízió esetén. Igen. Elég nagy problémát okozott a vásárlóknak. Ez eddig is jogellenes követelés volt a vállalkozások részéről, de mivel, hogy nagyon gyakran találkoztunk vele a békeltető testület előtt, illetve a hatóságok is ellenőrzésük során, éppen ezért a jogalkotó most konkrétan leírta, hogy a jótállásnak nem feltétele, hogy a fogyasztó az eredeti csomagolást megőrizze, abba vigye vissza javítatni, vagy ha cserélni kell. Nem is életszerű, hogy 2 évig őrizgessen ezzel. Hát, vagy 3 évig most már. Vagy akár 3 most már. Mi a helyzet az elektronikus jótállásokkal? Mennyire tudtak ezek elterjedni? Egyáltalán kötelező jellegű ez? És miben tud többet, mint egy papír alapú jótállás? Nem kötelező.
de egyre több fogyasztó vásárol interneten keresztül, és ilyenkor életszerűbb az, hogy elektronikus jótállást adjon át a vállalkozás, viszont eddig nem voltak meg rá a jogi háttér. Éppen ezért most, hogy korszerűsítették ezt a 17 éves kormányrendeletet, ezért fogalmazták meg az elektronikus jótállás lehetőségét, de például, ha a fogyasztó ragaszkodik ahhoz, hogy neki papíralapú jótállást adjanak, akkor ő azt kell, hogy kapja. Hogy mi az előnye? Többféleképpen ki lehet állítani az elektronikus jótállást. Lehet olyan formában, hogy a fogyasztó letölthesse. Lehet olyan formában, hogy egy hivatkozást adnak meg neki, ami alapján ő otthon reprodukálni tudja. Vagy a weblapon van valami olyan hozzáférés, ahol hozzá tud jutni. Egy a lényeg mindegyiknél, hogy a jótállási idő alatt mindegyik lehetőséget folyamatosan biztosítani kell a fogyasztónak ahhoz, hogy ő a jótállási jegyéhez hozzá tudjon jutni. Tehát ha 3 éves a jótállásra kötelezett termék, akkor 3 évig. Mint tudjuk, ez nem biztos, mert ugye webáruházok jönnek, mennek, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Mi az eddigi tapasztalat éppen az elektronikus vásárlások kapcsán? Hát a jótállási jegyeknek az eljuttatásával többször volt probléma. Egyébként az sem kizárt, hogy mondjuk a számla legyen maga a jótállási jegy, tehát a jogszabály erre is lehetőséget ad, de tanuljuk még mindig a internetes vásárlást. Mi az, amit vár, mint Békéltető Testület elnök ezektől a változtatásoktól? Én arra számítok, hogy talán emiatt kicsit tudatosabbak lesznek a fogyasztók, ha ezeket a szabályokat megismerik. Egyébként ajánlom, hogy keressék fel, pár nap múlva feltöltjük a Békeltető Testület honlapjára is ezt a tájékoztatást részletesen, és a jogi nyelvet kicsit magyarra lefordítva. És azt várom még tőle, hogy a mi munkánk könnyebb lesz. Nem nekünk kell a precíz megfogalmazásokat a határozatba oda tenni, hanem hivatkozhatunk a jogszabályra. És talán könnyebb lesz meggyőzni azt, aki ellen éppen zajlik ez a testületi eljárás. Görömbeiné dr. Balmasz Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Én köszönöm a lehetőséget. A tavaszi nehézségek ellenére sikeresen zárult a 2020-as év a Nyíregyházi Állatpark számára. Bár tavaly 200 ezerrel kevesebb vendéget tudtak fogadni, mint egy évvel korábban, és 500 millió forinttal kevesebb volt a bevétel, az állami és önkormányzati támogatásnak köszönhetően talpon tudtak maradni. A létesítmény munkatársai egy zoológiai szenzációnak is szemtanúi voltak a Geoffroy macska kölykök születésekor. 2021-re is vannak tervei a Nyíregyházi Állatparknak, tavasszal már szeretnék bemutatni a közönségnek a karácsonyra elkészült Indiaházat. A tavaszi nehézségek ellenére úgy gondolom sikeresen zárult a 2020-as esztendő a Nyíregyházi Állatpark számára. Ez egy nagyon komoly csapatmunka eredménye. 2019-ben rekordévünk volt, akkor 600 ezer látogató érkezett hozzánk. Az idei esztendőben nyilván kevesebb vendéggel számoltunk, 400 ezer vendég jött el az elmúlt esztendőben hozzánk, de úgy gondolom, hogy ilyen Covid-járvány idején ez kiváló létszámot jelent. Nyilván ez a csökkentett létszám, ez 500 millió forinttal csökkentette a költségvetésünket is, de egyrészt spórolással, másrészt a munkák átszervezésével, illetve a kormányzati segítséggel és Nyíregyháza város segítségével talpon tudott maradni a Nyíregyházi Állatpark. 3 szállodánk is van, a Hotel Pangaea, a Hotel Ozone és a Hotel Dzsungel, és ide is a nyitvatartási időszakban rengeteg vendég érkezett. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem volt okunk panaszra. Az itt dolgozó 150 ember nagyon komolyan vette az összes járványügyi intézkedést, és nagyon fegyelmezetten dolgoztunk. Munkákat átszerveztük, tehát A és B hétre osztottuk be, így nagyon keveset találkozott a két csapat egymással, és mi itt az irodán és külön-külön irodahelységekben dolgoztunk, és majdnem, hogy interneten keresztül tartottuk egymással a kapcsolatot. Maszkot folyamatosan most is viselünk, és
egy nagyon komoly csapatmunka eredményeképpen nagyon sikeres évet tudhattunk magunkénak, de nyilván mindenkit embert próbáló időszakon vagyunk túl, viszont azt is tudjuk, hogy nagyon komoly felelősséggel tartozunk az itt élő 5000 állatért, ilyenkor sem áll meg a munka. Nyilván ez a rengeteg állat nem érezhette meg azt, hogy volt egy koronavírus, illetve az, hogy egy ilyen 500 millió forintos bevétel kiesés volt. Ezt hogyan lehetett jól megoldani ahhoz, hogy tényleg ne érezzék ezt az állatok? Nagyon sok olyan állatunk van, ami különleges takarmányt igényel, például az oroszlánfókák, a cápák, ők speciális tengeri halakkal táplálkoznak, és több hónapra betankoltunk ezekből a halfélékből, herringből, makrillából, tintahalból, hogyha esetleg lezárják a határokat, akkor is legyen mit adni az állatoknak enni. Nyilván embert próbáló időszakon vagyunk túl, de nem nagyon vettük észre az állatokat, állatok viselkedésén, hogy bármilyen változást tapasztaltunk volna, látogatómentesen is. Talán amit tapasztaltunk az az, hogy ugye Nyíregyházi Állatpark egy tölgyerdőben található, és a körülöttünk lévő élővilág az elevenedett meg, tehát például őrvös galambokat évek óta nem láttunk, elkezdtek most itt fészkelni. Kacsa családok totyogtak itt a lábunk előtt, tehát ők kiélvezték azt, hogy nincsenek látogatók, de igazából az átadási körmények között élő állatoknál nem tapasztaltunk komoly változást. Olyannyira nem, hogy élvezték a látogatómentes időszakot, és hát nagyon sok új apróság született. A 2020-as esztendőben több mint 200 állatbébi látott napvilágot, és számos igazi zoológiai különlegesség volt. Ilyenek voltak például a hármas ikert fehér oroszlánok, vagy később a négy kis normál színű oroszlán. Ez utóbbiak például azért különlegesek a szívünknek, mert az itt élő első alapító oroszlának a dédunokái láttak itt napvilágot. Talán a legnagyobb szenzáció szakmai szemmel a Geoffroy macska születése volt, hiszen az egész világon zártartási körülmények között összesen 95 tenyészpár él itt a világon, és nagyon kevesen tudják szaporítani. A 2020-as esztendőben összesen 3 állatkertnek sikerült ez a világon, köztük egy itt látott napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban. A csereprogram keretében is számos különleges ritka madár érkezett hozzánk, mint a molukán kakadú, a vázapapagáj vagy a különleges csőrű tukánok, de a patásállomány is szépen gyarapodott, például a grévi zebrák is érkeztek hozzánk. Reméljük, hogy majd a minél hamarabb nyitás alkalmával ezt meg tudják majd tekinteni a vendégek is. Egy óriási, igazi nehéz bombázó is visszajött hozzánk, hiszen 2 év távollét után Bázelből visszajött hozzánk Európa legnagyobb afrikai elefántbikája, Jack. Ő annak idején egy tenyészprogram keretében került hozzánk, majd a tenyészprogram tovább helyezte, miután itt sikeresen apuka lett. Most azonban már, hogy a 2 nálunk született borja megnőtt, a tenyészprogram újra visszahelyezte hozzánk. Most már Kvanzával, a korábbi nőstényével elkezdett randizni, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan be tudunk számolni a sikeres randevú eredményéről is. Ugye nagyon fontos nálatok az, hogy más állatkertekkel is szoros legyen az együttműködés. Ez a koronavírus hatására esetleg erősödötte, vagy ez hogyan változott? Nagyon sok olyan pályázatot kezdtünk így meg, amire egyébként máskor nem lett volna időnk. Ilyen például az Interreg pályázat, ez egy magyar-szlovák kapcsolatokat építő pályázat. Mi a Kassai Állatkerttel közösen kezdtünk el dolgozni. Mind a kettőnknek az volt a célja, hogy a magyar, illetve a szlovák turizmust erősítsük, hiszen ha belegondolunk, más körülmények között a Nyíregyházi Állatparkba is kb. 100 000 vendég jön szlovák területekről. Az Interreg pályázat segítségével, ami majd 2021 nyarán zárul le, számos újdonság fog szolgálni a szlovák vendégeknek is. Például jelenleg is készül egy magyar-angol-szlovák nyelvű 60 oldalas kiadvány, ami a Nyíregyházi Állatparkról szól, de egy speciális audiogáz segítségével most már nem csak magyarul és angolul, de szlovákul is számtalan érdekes információt megosztunk majd az ide látogatókkal. Amellett, hogy pályázatokat is készítünk, a határmenti
magyar lakta állatkertek számára is szeretnénk mindig segítséget nyújtani. Így az elmúlt időszakban számos állatcsere történt itt is, például nem régiben a borjú fókáink elkerültek a szerbiai Palics állatkertjébe, erről például a közösségi oldalunkon is informáltuk a vendégeket, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy bár most jelenleg zárva vagyunk, minden kulisszatitkot és érdekességet megosztuk a követőkkel. Ugye az állatparkban folyamatos a fejlesztés, az építkezés, mindig történik valami. Most jelenleg milyen látványos projektek futnak? Talán a legnagyobb projekt most az India ház. Ez igazi karácsonyi ajándék volt az itt dolgozóknak is, mert elkészült, már az első lakók el is kezdték tesztelgetni a India ház belső területét, de számos olyan fejlesztés van, ami ötletfázisban van jelenleg, de ahogy megszokták már az ideérkező vendégek, mindig újdonsággal szoktunk szolgálni minden esztendőben, de reméljük, hogy most sem fogunk csalódást okozni majd a tavaszi időszakban. Igen, hát ugye már elkezdődött a 2021-es év. Mik a legnagyobb tervek vagy célkitűzések erre az évre? Mindenképpen szeretném minél hamarabb elindítani a szezont, ez a kívánságunk, hiszen alapvetően a Nyíregyházi Sóstói Üdülőközpont sikere is nagyon sokszor az állatparktól is függ. Az India házat szeretném megmutatni a vendégeknek, és hamarosan be fogunk számolni az első idei állatbébiről is, hiszen úgy gondolom most is rengeteg kismamánk van, de már az első szaporulat megszületett, megvárjuk, hogy felerősödjön, aztán arról is be fogunk számolni. Számos állatszállítást tervezünk az idei esztendőben is, amit tudni kell, hogy ilyenkor minden egyes alkalomban több hónapnyi papírmunka előzi meg a konkrét állatszállítást, illetve állatorvosi vizsgálatok is szoktak történni az állat megérkezése előtt. Igen, lesznek nagy durranások, reméljük, hogy erről is be fogunk majd tudni számolni a Kölcsei TV-nek és a közösségi oldalon is. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc a Kölcsei Televízióban. Ezzel a műsorral legközelebb hétfőn, ugyanebben az időpontban várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!